50 éve 1970-ben nyitotta meg kapuit a Sóstó és Kanzen. A jeles évfordulót idén program sorozattal ünnepli meg Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma. Május vége óta két hetente kerül sor a sóstói piknikekre, amelyeken aktív tevékenységeket kínálnak a látogatóknak. Ilyen alkalomra kerül sor Mosszombaton is, amelyen ezúttal is gondoltak a családokra a szervezők. Kézműves foglalkozásokkal várják őket a falu szinte minden portáján, emellett élőszavas mesemondással is készülnek. Az a lényege, hogy nem felolvassuk a mesét, hanem tehát, hogy egy olyan ember mondja el, akinek ebben gyakorlata van, hogy elmeséli, és egy kicsit időutazásban is részesíthetjük a látogatóinkat, mert hiszen régen valamikor a meséket is társaságban mondták el, nem felolvasták, és a mesefonalát, ahogy a közösségben elvárás, ahogy a közösség elvárása volt, úgy fűzték tovább, hogy mindenki számára érdekes legyen. Lesz térzene szalonnával és bandájával, valamint örömtánc, rendhagyó tárlatvezetéseken, felfedező utakon, valamint népviseletes divat bemutatón is részt vehetnek a látogatók, akik ha megéheznek az Anarchi Porta kemencéjében, hagyományos módon sült kert tésztákat és a helyi termelők által kínált vásári portékákat is megkóstolhatják. A születésnapi torta sem hiányozhat az eseményről, amelyet a falu központban vágnak fel. Egy új kiállítás is megnyílik, amely Csutkai Csaba fotográfus és a Múzeumfalu múzeológusának közös munkája. Szatmár és Beleg vidéke református templomaiban sok középkorhoz kapcsolódó reneszánsz festett kazetta van, melyek szimbolikája megjelenik a paraszti tárgyakon is, ezeket szeretnék bemutatni a tárlaton, amelyhez egy játék is kapcsolódik. Ékes díszeháznak, mind a templomnak és mind a falusi lakóháznak a néprajzi tárgy és maga a festett kazetta is, de vajon meg tudjuk-e találni ezeket a szimbólumokat, hiszen van amelyik szimbólum geometrikus, absztrakt jellegű, és nagyon jól kell figyelni arra, hogy hol találjuk meg ezeket a jeleket. A szimbólum kutatás a tárlatban egy újfajta megközelítést jelent, hiszen minden egyes tárgy felirathoz fog kapcsolódni egy szimbólum, és egy-egy tárlatvezetőt is fogunk adni a látogatók számára, és kutathatják, kereshetik ezeket a szimbólumokat és a jelentéseiket. A kedvezményes áru belépők mellett minden 50. látogatónak ajándékcsomaggal is kedveskednek. A gasztronómia pedig nem csak ezen az események a fontos szerepet, Népi Ízek Fesztiválja címen egy 5 állomásból álló rendezvénysorozat is útjára indul a Skanzenben. Ennek egyik eleme augusztus 15-én az első töltike és töltött káposzta főző verseny. Ugye nagyon híresít ebben a régióban, hogy a Magyarországon a töltött káposzta. Szeretnénk ezeket megjeleníteni, ne csak a szabolcsiak szabolcsi töltött káposztát tegyenek, hanem minél többet. És a másik új elem, az pedig októberben az állatoknak a betereléséhez kapcsolódó nagy pásztorünnep, amikor a pásztorok, amikor beterelték az állatokat, megünnepelték a sikeres túlélt évet és az állatoknak a gyarapodását, és erre igazából a bárány sütésre, a bárányos ételekre fókuszálnánk itt a Sóstói Múzeumfaluban. Az alpolgármester hozzátette, a kulturális turisztikai attrakciókkal, rendezvényekkel is az a cél, hogy a Nyíregyházára látogatók minél több időt töltsenek a városban.